Kibeszélő címmel nyilvános beszélgetést szervezett Vince Lórend európai parlamenti képviselő pénteken Marosvásárhelyen, szombaton pedig Csíkszeredában. A beszélgetésen az európai ügyekkel kapcsolatos kérdésekre válaszolt. Kibeszélő, szólj bele az EU-ba című rendezvény sorozattal rukkolt elő Vince Lórend európai parlamenti képviselő. Marosvásárhelyen válaszolt mindazoknak a kérdéseire, akik kíváncsiak voltak az Európai Uniós problémákra, illetve fejleményekre. A beszélgetés során az ukrán kisebbségi kérdés is felmerült. Vince Lórend híradónk megkeresésére elmondta azt is, hogy mi a véleménye arról, hogy Ukrajna készen áll megállapodni Magyarországgal a nemzeti kisebbségek jogainak védelméről. Várjuk meg a végét, tehát hogy valóban megszületik ez a megállapodás, aminek arról kell szólnia, hogy Ukrajna elfogad egy olyan kisebbségi törvényt, amely valóban támogatást és elismerést nyújt az Ukrajna területén élő nemzeti kisebbségeknek, köztük a magyaroknak, románoknak. Az tény, hogy alig múlt héten írta alá Zelenszkij elnök a legutóbbi kisebbségügyi törvényt, és ez nem jelent biztosítékokat egyelőre a nemzeti kisebbségek számára. A beszélgetésen résztvevő fiatalok a tanulmányaik szemszögéből közelítették meg a témát. Szerintem nagyon fontos, hogy képbe legyen maga nem csak hogy EU-s problémákkal, hanem maga az Európai Parlamentnek a működésével, és azzal, hogy milyen plusz dolgokkal jár az egész, mert mégis rengeteg kiírás van, amit mi fel tudunk használni akár államvizsgához, akár mesterini, a doktorindus vizsgákhoz, hogy ezzel tudunk mi könnyebben dolgozni és alkotni. Vince Lórend elmondta, az a tapasztalat, hogy az Európai Unió működése kapcsán sokan csak a rossz döntéseket látják, miközben az uniós forrásokból megvalósult fejlesztéseket a normalitás részeként kezelik, és hajlamosak elfelejteni, hogy az unió nélkül ma sokkal, de sokkal nehezebb helyzetben lennénk, számos fejlesztés meg sem valósult volna.